zenés táncos betétekkel tűzdelt ünnepi műsort adtak a kaposszegcsői általános iskolások. Az 5. osztályos diákok a műsorban nem csak az 1848-as forradalom történéseit foglalták össze, hanem annak következményeit is. Izgultam. A tanulók a műsort 2 hónap alatt gyakorolták be Lakatos Csaba osztályfőnök irányításával. A tanár azt mondja, diákokra szabott műsort szeretett volna alkotni a színpadiasság, a dramaturgia mellőzését. Ők, amit erről az egészről tudnak, az pusztán annyi, amennyit én beszéltem vagy meséltem erről, meg ami ebből a műsorból lejött, és tulajdonképpen az elmúlt éveikben, amikor március 15-i műsort néztek, láttak, hallottak, abból, meg hát nyilván osztályfőnökök is minden évben megemlékeznek a maguk módján erről. Tehát szerintem van egy rálátásuk, van egy képük. Énekes és táncos előadások mellett a tanulók még graffitizhettek is. A haza, szabadság, béke, egyenlőség és testvériség szavakat fújták fel műsoruk végén. Március 15-e 1989-ben volt először munkaszünet Magyarországon, 1990 óta nemzeti ünnep, egyben a magyar sajtó napja is.